Bara Margit Magyarország egyik legnépszerűbb színésznője volt. A díva egy időre elhagyta az országot, megelégelve az évtizedes mellőzöttséget és megaláztatást, ugyanis egy lejárató kampány pokollá tette az életét. Rágalmazói soha nem kértek bocsánatot tőle. Bara Margit 2016-ban hunyt el. Vitézi László Balázs Béla díjas rendező filmje a színésznő életének fontos állomásait mutatja be. Azt kell tudni róla, hogy Vitézi László, Balázs Béla díjas producer, illetve filmrendező filméről van szó, és hogy a színésznőnek az életét ismerhetjük meg a filmből. A Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ idén is rendszeresen várja az érdeklődőket. Csütörtök esténként különböző témakörökben szervezett előadások és egyéb programok lesznek. Filmvetítése is sor fog kerülni, illetve elmondanám, hogy a jövő csütörtökön Ternóáci Istvánt várjuk ide a VM4K klub helyiségében, és a méhekről fog beszélni. A VM4K-ban a tervek szerint rendszeresen lesznek filmvetítések, filmklubok.